Köszöntöm a nézőket! A Vajdasági Jogász Ösztöndíj program felhívására 17-en jelentkeztek. Az elbírálás megtörtént, a témával kapcsolatban pedig dr. Pásztor Bálintot kérdezem. Tehát 17-en jelentkeztek, és mindannyian megkapták. Hogy alakult így, hogy mindenki megkapta, illetve ők milyen juttatásra számíthatnak majd? Magyarország kormányának igazságügyminisztériuma és a Magyar Nemzeti Tanács döntött úgy, hogy kipótolja a forrásokat, és az eredetileg 10 főre meghirdetett lehetőségrendszert kiterjeszti mind a 17 jelentkezőre. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés, ugyanis nagyon pozitív hangulatú, komoly kampányt csináltunk az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy minél több vajdasági magyar válassza a jogi tanulmányokat, a jogász hivatást, és nagyon rossz lett volna, hogyha valahol meg kellett volna azt a képzeletbeli vonalat húzni. Így, hogy kipótolták a forrásokat, így ez azt eredményezi, hogy mindenki, aki beadta a pályázatát, megkapja a jogász ösztöndíjat, ami a támogatás összegét illeti, ez egy nagyon tisztességes összeg, hiszen évi 1 millió forintról van szó 4 éven át, másképp megfogalmazva havi 100 000 forint 10 hónapon át minden évben, tehát összesen a 4 év alatt 4 millió forintot lehet azzal keresni, ha valaki jól tanul és 4 év alatt elvégzi a jogi kart. Ez azért fontos, mert jogász utánpótlás terén igencsak gyengén állunk, és reméljük azt, hogy ennek a lehetőségnek köszönhetően pozitív értelemben fog ez változni a következő években. Mint ahogy mondta is, Vajdaságban ezek szerint hiány van a magyar ajkú jogászokból. Hol tudnak ők elhelyezkedni majd a tanulmányaik befejeztével? Gondolom nem marad senki munkanélkül. Én egyetlen egy vajdasági magyar munkanélküli jogászt sem ismerek, ugyanakkor napi szinten vannak megkeresések, hogy kellenének jogászok a közigazgatásba, az önkormányzatokba, a közvállalatokba, alapítványokba, magán cégekbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy helyesen mondtuk azt az ösztöndíj meghirdetését követően, hogy sokoldalú elhelyezkedési lehetőséget kínál a jogi végzettség, és ezért ajánlottuk azt a fiataloknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy bízom benne, hogy be fogjuk tölteni azokat a lehetőségeket, amelyek annak köszönhetően teremtődtek, hogy az elmúlt években a jogszabályi háttér vonatkozásában a részarányos foglalkoztatás a maga helyére került, azaz nyílnak a lehetőségek, csak nagyon gyakran nem volt kivel betölteni ezeket az állásokat. Természetesen ez egyik napról a másikra nem fog megoldódni, hiszen 4 éves a jogi kar is, mint a szinte az összes egyetemi kar Szerbiában, de középtávon már nagyon jelentős előrelépésre számítunk. És hát természetesen nem egy egyedi lehetőségről van szó, jövőre és az azt követő években is ezt a lehetőségrendszert meg fogjuk hirdetni, fönn fogjuk tartani, sőt el tudom azt is képzelni, hogy bővíteni kell majd, remélem, bővíteni kell majd a jogász ösztöndíj számát. Egy személyesebb hangvételű kérdés, jogász lévén milyen tapasztalatai vannak, milyen szépségei vannak ennek a szakmának? Nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy a jogot magolni kell, és hogy nagyon száraz, nagyon unalmas. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Minden egyetemen tanulni kell teljesen függetlenül attól, hogy éppen természettudományi vagy társadalomtudományi irányultságú szakmáról van szó, ami pedig a sablonosságot vagy a száraz mi voltát illeti a jogi szakmának, ezt is meg lehet cáfolni, hiszen ugyanúgy, ahogy az orvoslásban vagy a gyógyszerészetben vagy a bármelyik mérnöki területen, itt is minden probléma másfajta hozzáállást, másfajta megoldást igényel, lehetőség van a kreativitásra, és a jogi kar megtanítja az embert rendszerben gondolkodni, ami azért az élet sok területén egy fontos tulajdonság. Ezen kívül pedig egy széleskörű általános és jogi műveltséget biztosít a jogi kar. Ezt azt gondolom, hogy mindenki megerősítheti, aki valamikor az elmúlt évtizedekben elvégezte jogi kart. Köszönjük szépen!
Híradó Pluszt Bartus Bella tudósította Szabadkáról.